mindenki tudja, ismeri azt, hogy, hogy kripto, ismeri ezt a szót, de igazándiból, hogy pontosan mi van mögötte, mi van a hype mögött, ez, ez, van -e, azt, azt, nem mindenki. És ezért nagyon sokan, meg, nagyon sokan érdeklődtek, hogy, hogy jó lenne erről egy picivel többet tudni. És ki más mondhatna nekünk erről picivel többet, sokkal többet, mint Györfi András, aki a Kripto Akadémia alapítója, és a Youtube-ban nem tudom, hogy a legnézetebb, de az biztos, hogy az egyik legnézetebb és a legnagyobb látogatottságú YouTube csatorna ebben a témában, úgyhogy fogadjátok szeretettel Györfi Andrást, aki ezt az előadást most megtartja nektek, és hogyha utána vissza szeretnétek nézni, akkor az ő YouTube csatornáján megtehetitek, mert mindenképp érdemes, hogy okosan bánjatok a pénzetekkel. Úgyhogy kérem Andrást, hogy jöjjön fel a színpadra. Köszönöm szépen és köszönöm a meghívást egyben. Nincs könnyű dolgom ilyen előadók után bármiről is beszélni, de igyekszem megtenni, ami tőlem telik. Fontos, hogy minden, ami elhangzik a prezentációban, az nem minősül befektetési tanácsadásnak, hiszen én újságíróként vagyok itt. Az első kérdés, hogy mi az a bitcoin. Ez az előadás most nem teszi lehetővé, hogy ebbe elmélyedjünk, de csak nagyon röviden. A lényeg az az, hogy a bitcoin egy decentralizált pénzeszköznek lett szánva, bő tíz évvel ezelőtt, amikor útjára indult. És hogyha csak egy valamit jegyeznek meg a bitcoin kapcsán, akkor ez legyen ez a decentralizáció. Ugyanis ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy minden pénzeszközünk valamiféle központi irányítás alatt áll de a bitcoinról azt mondták az alkotói, hogy szüksége van a világnak egy decentralizált eszközre is, ami nem áll egyetlen állam, nemzeti bank vagy cég irányítása alatt sem. Illetve még egy fontos tudinvaló. a véges készlet, amivel az infláció ellen küzdünk, ez egy fontos eleme szintén a bitcoinnak. A bitcoin felépítése kapcsán ez nem pazarlunk erre sok időt, a lényeg a lényeg, hogy Központosított, decentralizált és elosztott hálózati típusokat különböztetnek meg a hálózat elméletben, és a bitcoin az elosztott hálózatok modelljét követi. A hálózat szónak lesz még később jelentősége. Na, és akkor rátérve arra, hogy mi várható a bitcoin kapcsán a következő időszakban, hoztam, hoztam néhány modellt. Elég sok lesz a szám, de azért igyekszem amennyire lehet izgalmassá tenni ezt a részt is. Lényeg a lényeg, a P-ciklus indikáció, a 350 napos mozgó kétszeres és a 111 napos mozgó átlag egy empirikus tapasztalás, hogy amikor ez a kettő keresztezi egymást, ahogy az történt néhány alkalommal a múltban, akkor jár csúcsánál a bitcoin árfolyama, és ahogy látjuk most az elmúlt néhány hónap során már elindult a közeledés, tehát ez a két grafikon elkezdett közeledni egymáshoz, vagyis joggal feltételezhetjük, hogy a következő egy-két év során valószínűleg újra egy csúcsponthoz érhet el a bitcoin árfolyama. Ez egy empirikus modell, azért szeretjük, mert a korábbi tapasztalatok alapján eddig mindig működött, tehát nincs okunk azt feltételezni, hogy most nem működne. A következő a stock to flow modell, és sokat vitatott, de azért még mindig népszerű koncepció a bitcoin működése kapcsán. A stock to flow modell a nemes fémek világából származik, és ez a lényege, hogy a már piacon lévő mennyiséget osztja az évenként piacra kerülő mennyiséggel. Tehát képzeljük el a nagy halmazt, ami már ott van kint a világban, és ehhez minden évben hozzájön egy újabb adag. A kettőnek az arányából lehet prognosztizálni az érték értéknövekedést, és ez a modell azt mondja, más modellekhez hasonlóan, hogy a százezres nagyságrend a következő évek során szinte borítékolható, de ezt sosem tekintették egy egészen precíz modellnek. A következő 207-es mozgó lesz még néhány szám, de ígérem azért nem túlságosan sok. A 207-es mozgó átlag százalékos változását jelenti a színskála, tehát minél inkább közeledünk a pirosas színekhez annál nagyobb volt az elmúlt időszak százalékos növekménye, vagyis annál inkább túlfűtött állapotába kerül a piac. És most is jól látszik, hogy az elmúlt néhány hónap során, tehát 2024 első felében ez a folyamat elindult, tehát közeledünk az emelkedő szakaszhoz, illetve a túlfűtöttségtől még ugyan messze vagyunk, de ebbe az irányba haladunk, ez jól látszik a színskálából. És még egy, a Rainbow Chart logaritmikus skálán a bitcoin elmúlt 10 éve, erre ráhelyezve ez a szivárvány ábra, minél inkább a pirosas tartományokba kerülünk, annál inkább túlfűtött a piac, minél inkább a zöldes, kékes vagy ilyen tengerkék kategóriában vagyunk, annál jobb beszállási lehetőségről van szó és ezen az ábrán is látszik, hogy a folyamat elindult 2023 végével, 2024 elejével, és szép lassan arra azokba a tartományokba, amik jól jelzik, hogy egy komoly növekedés előtt áll a bitcoin. És akkor egy teljesen más téma, a hatvány törvények világa. Hogyha e commerce foglalkoznak, akkor bizonyára találkoztak a 80-20-as szabálya, miszerint a termékek 20%-a adja a bevételek 80%-át. Ez a Pareto elv. Pareto egy olasz kutató volt, aki megfigyelte, hogy az olasz földek jó 80%-át a földbirtokosok 20%-a birtokolja. Tehát valamiért létezik ez a 80-20-as összefüggés, és mindjárt látni fogjuk, hogy ez a Hatvány törvények egyike. Hatvány törvényekre, és persze ki fog derülni, hogy ez hogy kapcsolódik a bitcoinhoz, a hatvány törvényeknek az egyik legegyszerűbb példája a négyzet. Ha a négyzetnek megemeljük, megduplázzuk, bocsánat, megduplázzuk az egyik oldalát, akkor a területe a négyszeresére nő. Ez a hatványtörvényeknek törvényeknek az egyik legtriviálisabb, és legegyszerűbben értelmezhető példája. Kepler azt mondta, hogy minél nagyobb a távolsága egy bolygónak a naptól, annál hosszabb lesz az, az idő, amire szüksége van ahhoz, hogy megkerülje. Ez is, ez is, magától értetődőnek tűnik, de mégis valakinek fel kellett fedezni ebben is egy úgynevezett power lot, vagyis magyar, magyarosan egy hatvány törvényt. A következő egy általános igazság a hatvány törvényekről hogy minél nagyobb jelentősége van egy jelentős, egy jelenségnek, annál ritkább az előfordulása. Erre egy triviális példa. Hál' Istennek ritkán vannak nagy szabású háborúk, de amikor vannak, akkor tragikus módon azoknak nagy az áldozatszáma, és ugyanígy ritkán vannak igazán nagy szabású földrengések, de amikor vannak, akkor azoknak a kártétele megint csak jelentős. Ezek a példák a hatványtörvény, hatványtörvényekre eddig triviálisnak tűnnek, tehát józan észsel könnyen beláthatóak. A következő is még ebbe a kategóriába tartozik. Egy hatványtörvény leírja, hogy egy nő egy állat vagy egy élőlény tömege, úgy az agyméret is folyamatosan növekedni fog. Ez is egyértelműnek tűnik, hiszen nyilván a bánának, elefántnak lényegesen nagyobb lesz az agymérete, mint például a macskának. Viszont, és itt kezd el az egész egy kicsit átmenni számomra a hihetetlenül izgalmas és, és talán hajmeresztő kategóriába, vannak olyan hatványtörvények, amik már messze túlmutatnak azon a könnyen belátható kategórián, mint például az, hogy a macskának lényegesen kisebb lesz az agya, mint az elefántnak. Zip törvénye is azt mondja, hogy egy nyelvben a leggyakrabban használt szó kétszeres gyakorisággal fordul elő, mint a második leggyakrabban használt szó, az pedig szintén kétszeres gyakorisággal jelenik meg, mint az őt követő. Az angolban a the szó a leggyakrabban használt, a használt szavak 7%-a, és őt követi az av, ez pedig a használt szavak 3,5%-a. És aztán, ha jól emlékszem, az end a következő leggyakoribb szó az angolban. És az a vicc, hogy ez minden nyelvre igaz. Nyilván ezen az ábrán nem lehet kivenni, de ott még a magyar is szerepel, a dánnal, a katalánnal, az indonéz nyelvvel, litvánnal, horváttal és számos egyéb nyelvel együtt. Megint csak logaritmikus skálán ábrázolva, gyönyörűen kirajzolódik zív törvénye. De hogy miért van az, hogy ilyen összefüggés jelenik meg a szavak gyakoriságában, ez egy óriási kérdés. És a vicc az, hogy még a mesterségesen létrehozott nyelvekre is igaz ez. Tehát például az esperantó nyelvre, meg egyéb akár gépi intelligenciával létrehozott nyelvekre is igaz ZIP törvényszerűsége. A hatvány törvények univerzális jelentőségűek, és sohasem vallanak kudarcot. És Most jön a lényeg, nemrég egy olasz, olasz kutató, a bitcoin működésében is felfedezett egy hatványtörvényt. Tehát kiderült, hogy megint csak logaritmikus skálán ábrázolva, itt 2009-től 2010-től látjuk a bitcoin életútját, a sárgás görbe az az árfolyam, a pirosas az egy úgynevezett támasza, tehát az a határérték, ami alá sohasem megy, a lilás az pedig az ellenállása, vagyis az a határérték, ami fölé sosem megy, és kirajzolódik ebből egy hatványtörvény, vagyis a bitcoin igenis, ha úgy tetszik, ebben a csatornában mozog az évek előre haladtával, és ebből kirajzolódik, hogy a mostani 60-70 ezer dolláros szintjéről el fog jutni a következő 5-10 év során az 1 millió dolláros nagyságrendben, majd a következő 15-20 évben pedig a 10 millió dolláros nagyságrendig. Tehát a hatványtörvények igenis működnek, és a bitcoinban is felfedezhető egy hatványtörvény, ez az ábra ugyanezt mutatja, csak rárajzolásra került még az elmúlt néhány hónap is. Ugye ez a legfrissebb fejleménye a bitcoin életének, és itt is látszik, hogy továbbra is működik a modell. Ez hangsúlyozottan nem befektetési tanácsadás, de az a döbbenetes, hogy hasonlóan a biológiához, a nyelvészethez és számos egyéb területhez úgy tűnik, hogy a bitcoin működésében is van egy hatványtörvény, és ugye van valami, amit tudunk a hatványtörvényekről, hogy nem e, okoznak csalódást. Úgyhogy, ha hihetünk abban, hogy a bitcoin életében tényleg van egy hatványtörvény, és ez megint több egyszer hangsúlyozó nem befektetés tanácsadás, akkor jövőre simán reális a 140-150 ezer dolláros BTC-je mostani 60-70 ezer dollárhoz képest, de van, akik azt mondják, és a hatvány törvény modellje ezt is megengedi, hogy a 2-300 dolláros BTC sem kizárt. És 2033-ra az 1 millió dolláros nagyságrend, és ha ez működik, akkor 2040-re a 10 millió dolláros bitcoin is realitás lehet. De felmerül a kérdés, és erre már utaltam, hogy vajon miért léteznek hatványtörvények, vagy az, az angolban mondják power law. Az a döbbenetes, hogy például még az óceán partvonalak mintázatában is felfedezhető egy fraktásszerű hatványtörvény jellegű mintázat. A biológiában, akár a molekuláris biológiában, a sejtek szintjén és a szervezet szintjén rengeteg hatványtörvényt fedeztek föl. A hatványtörvény kutatói nem tudnak választ adni arra, hogy miért vannak hatványtörvények, de egy elképzelés van, hogy a hálózatok működéséből ered az, hogy hatvány törvények léteznek, és itt találkozik a biológia, az ember alkotta világ, a természet és a bitcoin. Mert a bitcoin is egy hálózat. Tehát, hogyha visszaemlékeznek, az elején mutattam az elosztott hálózati modellt, ami a bitcoin eszenciája. A bitcoin is egy hálózat, úgyhogy könnyen lehet, hogy a hálózat jellegéből adódik az, hogy megjelent egy hatványtörvény törvény a bitcoin működésében. És a következő jogos kritika, ami simán lehet, hogy megfogalmazódott az önök fejében, hogy jó-jó, a bitcoinban megjelent egy hatványtörvény. törvény. De vajon vannak-e más pénzügyi eszközök, az arany, az S&P 500, indexek vagy részvények? Hiszen, hogyha a bitcoin életében működik, akkor miért nem működne más eszközök életében is? És ez a vicc, hogy ennek utána jártak, nálam sokkal jobban felkészült kutatók, és azt mondták, hogy nincs sem az aranyban, sem egyetlen vezető részvényben, sem semmilyen más eszközben olyan jellegű hatványtörvény, mint a bitcoin esetében. Tehát más eszközök esetében hatványtörvény alapon, hatványtörvény jelleggel nem lehet prognózist tenni jövőbeli árfolyamra. Természetesen az arany, az S&P 500 és számos egyéb eszköz kapcsán vannak teljesen más megközelítések, amik alapján lehet prognosztizálni a jövőbeni árfolyamot, de hatvány törvény jelleggel, mint például az említett ZIP törvénye és a szavak gyakorisága, ilyen jelleggel a bitcoinon kívül más pénzügyi eszközök kapcsán nem lehet prognózist felállítani. És ez egy döbbenetes dolog, az elmúlt egy-két év fejleménye a bitcoin életében. És akkor most egy teljesen más téma. A szervezők azt is kérték, hogy a 24-25-ös periódus legfontosabb topikjairól beszéljék egy kicsit, ami a kriptovilágot illeti. Valamiért a narratíva szó terjedt el a kriptovilágban, tehát itt nem részpiacoknak, hanem narratívának divatos nevezni az egyes kisebb területeket, de ennek nincs nagy jelentősége. Az első, a mémkoinok, -ok bizonyára hallottak például a Doge-ról, a Shiba Inu-ról és számos egyéb mémkoinról a kriptopénzek világában. És amikor a mémkoinak -ok kerülnek elő, akkor én, mint kripto szakújságíró, egy mindig egy picit szégyenkezni szoktam, hiszen ha van valami, ami nem igazán tesz jót ennek a területnek a megítélésének, pontosabban sok minden van ami nem tesz jót ennek a területnek a megítélésének. De a mémkoinok, -ok az, hogy kutyák, kutyákról, zsiráfokról, meg egyebekről elnevezett mondva csinált kriptopénzek hatalmas sikereket érnek el, ez nem tesz jót ennek a piacnak. Viszont egy olyan jelenség, amiről mégis érdemes beszélni. Hogyha azt kérdezik, hogy mi egy memecoin, akkor a válasz az az, hogy egy olyan kriptopénz, aminek az égvilágon semmilyen célja nincs, azon kívül, hogy azok, akik korán beszálltak, illetve nyilván az alapítók a lehető legnagyobb megtérülést érjék el. De cserébe a legtöbb memecoin projekt azért legalább őszinte, tehát nem is állítják, hogy bármiféle céljuk lenne a nagy hozamokon kívül. Jó példa, ennek a mostani Bika piasznak az egyik, egyik, legnagyobb nyertese a Pepe Coin, a Pepe Békáról elnevezett Meme Coin. Tavaly év közepe óta, ugye innen indultunk, ez a jó sok nulla a vesző után, és innen sikerült elérni egy közel 52 ezer százalékos emelkedést. Ez az elmúlt 12 hónap, hát most már 13 hónap eredménye. Tehát gondoljanak bele, és ez sokat is hangsúlyozottan nem befektetési tanácsadás, de gondoljanak bele, hogyha egy millió forinttal beszállnak tavaly májusban, akkor ez az 50, közel 52 ezer százalékos megtérülés most mit, jelentene. tényszerűen óriási, óriási, lehetőségek vannak a kriptopénzek piacán, akár egy komolytalan mémkonyról, akár egy komolyabb célú projektről van szó. De is egy picit komolyabb területre, az RWA-va és a Real World Assets ennek a piacnak az egyik legfontosabb narratívája. Arról van szó, hogy a bitcoin mögött álló technológia a blokklánc felhasználásával sok projekt arra vállalkozik, hogy valamit úgymond tokenizáljon. A tokenizáció lényege, hogy valamit, és mindjárt látni fogunk konkrét példákat, felosztunk sok apró részre. És a tokenek megvásárlásán keresztül aprócska tulajdonrészekhez juthatunk hozzá, ez a frakcionált tulajdonlás lényege. Az a várakozás, hogy akár a 10 billió dolláros értéket is eléri ez a piac a következő 4-5-6 év során. Tehát egy óriási lehetőségről van szó. Az a lényeg, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy egy autót, egy ingatlant, egy műtárgyat, vagy bármi egyebet megvásárolni, észszerű keretek között, de egy jogi és egyéb értelemben vett nyűg. Tehát, ha például lakást akarunk vásárolni, ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy nem csak hogy borzasztó drága, hanem azért mégiscsak el kell menni a jogászhoz, adásvételi szerződésre van szükség, rengeteg egyeztetésre, illetékeket kell fizetni, és így tovább. Lényeg a lényeg, hogy a klasszikus offline világban egy kicsit macerás, egy kicsit ö, olyan fejnehéz, és nagyon-nagyon papírmunka intenzív a vásárlása a klasszikus vagyontárgyaknak. Viszont a tokenizáció segítségével, hogyha egy-egy kriptopénz formájában jelenítünk meg valamilyen ö, ingatlant, vagy ingóságot, akkor a ki- és beszállás, a vásárlás és eladás szó szerint, szó szerint annyira egyszerűvé válhat, mint például elküldeni egy e-mailt. Tehát a blokkláncra helyezése, pontosabban a tokenizálása a legkülönbözőbb dolgoknak, ez a Real World Assets narratívának a lényege. Említettem már az ingatlant, művészeti alkotásokat, szellemi tulajdon, a szellemi tulajdon is tokenizálható ezzel a megközelítéssel, illetve klasszikus pénzügyi eszközök, részvények, és így tovább. Tehát szinte nincs határ annak, hogy mi az, amit a blokklánc technológia segítségével számos aprócska tulajdon részre feloszthatnánk. Mindjárt látni fogunk egy konkrét példát és azokat borzasztó könnyen adhatjuk, vehetjük. A digitalizációnak ez egy új fejezetem, hihetetlenül izgalmas. Na és akkor egy kézzelfogható példa, van egy konkrét oldal, ami az ingatlan tokenizációban utazik. Bárki közzé teheti az ingatlanját, a jogi háttere ennek amennyire most lehetséges, már ki van dolgozva, és az ingatlan tokenizálásán keresztül annak egészét vagy részét feloszthatja a már említett apró tulajdonrészekre, vagyis tokenekre. Ez egy konkrét kis nyaraló Kolorádóban, amin gondolkodom, hogy néhány tokenjét, vagyis egy aprókocska tulajdon részét megveszem, mert, mert nagyon szép helyen van, és tök jól néz ki. De a kérdés az az, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy az ember megvesz egy lakást, és kiadja, az egy teljesen konvencionális, és üzletileg teljesen racionális lépés. De mi értelme van egy egy tízezered részét adott esetben megvenni egy ingatlannak? Hát azért, az adja az értelmét, mert a frakcionált tulajdonlás, amit ez az ábra még egy kicsit szájbarágósabban is bemutat, lehetőséget ad, jaj, bocsánat, lehetőséget ad arra, hogy az adott ingatlannak, vagy amúgy bármilyen más eszköznek a bevételeiből is a tulajdon részünkkel arányosan részesüljünk. Tehát, hogyha például az Airbnb-n vagy bármilyen más formában kiadott ingatlanról van szó, akkor a tokenjeink mennyiségével arányosan a bérleti díjból, tehát az adott eszköz bevételtermelő termelő képességéből is részesülni fogunk. Az előbb említett kolorádói kis nyaralóban nagyjából 6 dollárba kerül egy token, és durván egy olyan évi 20-30 százalékos megtérülést ígérnek, tehát hogy ekkora bevételt termelés számunkra. Nyilván egy-egy tokennel ez nem lesz egy jelentős bevétel, néhány kávéra elég legrosszabb esetben, vagy legjobb esetben. Viszont, hogyha ezt tömegesen tesszük, úgymond, tehát nagy számú tokent vásárolunk, akkor annak már üzletileg is értelmezhető jelentősége lehet. És a legfontosabb szerintem a Frakcionált tulajdonlásban, hogy egyfajta demokratizációt is bevezet, például az ingatlaniparban. A legtöbbünknek valószínűleg nincs lehetősége arra, hogy akár Dubajban megvegyen egy szállodát, viszont egy szálloda aprócska részének a tulajdonlására a frakcionált modellnek köszönhetően, most már a tokenizáción keresztül igenis van lehetőségünk. És ennek megfelelően nyilván tulajdonrész arányosan, de a bevételeiből is részesülhetünk. Tehát azt kérem, hogy mint ö, üzenet, amit magukkal visznek, ezt a frakcionált tulajdonlást, a tokenizáción keresztüli aprócska tulajdonrész megvásárlást, ez a tokenizáció eszenciája, és az ingatlaniparon túl még számos lehetőség van. Ez a terület is hihetetlen növekedésen megy keresztül, ez itt csak az elmúlt két év terület összesített értéke 7 milliárd dollár körül, 6-7 milliárd dollár körül járunk most, ahhoz képest, hogy 2022 elején még csak néhány tíz, néhány százmillió dollárnál járt ez az ipar. Tehát egy robbanásszerűen fejlődő területről van szó. És ez pedig a, megint csak a prognózis a következő évekre nézvést, hogy a pénzügyi eszközök, a fehérrel jelölt ingatlan, akár tőkeipar, különböző árucikkek, illetve gyűjtői tárgyak, illetve műkincsek, művészeti alkotások területe, ez, amit Lilával jelöl, ez a következő év a prognózis szerint. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni, de az biztos, hogy amit a blokklánc technológia adni tud, az eddigiek közül valószínűleg ez az egyik legéletképesebb és legizgalmasabb új területen. Óriási ipar kezd kialakulni a Real World Assets körül, a tokenizációs platformok, itt a jobb felső részen, tehát azok a szolgáltatók, akik azzal foglalkoznak, hogy a már említett ingatlant vagy egyéb uh, ingóságokat uh, tokenizálhassunk, feloszthassunk sok apró részre. Vannak disztribútorok, akik egyfajta mediátor szerepre törekednek, olyan blokkláncrendszerek, rendszerek, akik magukat, magát a technológiát adják, tehát azt az alapot, amivel a tokenizáció megtehető nyilván a tokenizációs platformok, és a blokkláncok szoros összefüggésben vannak, hiszen a tokenizációs platformok csak egy felületet adnak, de maga a tokenizáció a blokkláncon történik meg, és így tovább. Tehát hihetetlen mértékben fejlődik ez is. A következő narratíva, amit említeni akartam, a DEPIN, vagyis a decentralizált fizikai infrastruktúra. Ennek a narratívának az a lényege, hogy megint csak az elosztott hálózati modellre alapítva, a telekommunikációban, akár videóstreamingben, vagy más egyéb területeken közzé tehessük azt, amink van. De mi az, amink van? Például egy szerver, hogyha telekommunikációról van szó, akkor egy telekomhálózatot kiszolgáló valamilyen eszköz, hogyha nagy számú videókártyával vagy egyéb eszközzel rendelkezünk, akkor ezeket állíthatjuk egy rendszer szolgálatába. De Depinnek mindig az a lényege, hogy megint csak egyfajta demokratizált modellben nem egy központi szolgáltatóról van szó, hanem a világon bárki megteheti, hogy azt az eszközt, ami rendelkezésére áll, egy nagyobb rendszer szolgálatába állítsa, és nyilván az incentíva, tehát a motiváció minden esetben, az adott depin modellnek a saját tokenje lesz. A videostreaming egy jobb példa, nagyobb probléma a videostreaming kellő minőségben, mint azt hinnénk, és egy óriási ötlet az, hogyha sokan összetesszük az eszközeinket, akkor elérjünk együttesen egy jobb minőséget. Illetve kép még egy utolsó terület, a mesterséges intelligencia és a blokklánc kapcsolata, ez is egy divatos narratíva most, de őszintén szóval lehet, hogy ez inkább egyfajta buzzword, tehát egy felkapott valami, mint sem mélyebb hitelességgel rendelkező részpiac. Vannak komoly AI és blokklánc házasságból született projektek, amik vagy infrastruktúrát, vagy a tanuláshoz, a gépi tanuláshoz szükséges adatokat teszik elérhetővé decentralizált modellben, de kicsit kérdés ez az, hogy mennyire, mennyire, hiteles az AI és a blokklánc kapcsolata per pillanat, de nyilván ennek a területnek is meg kell adni a lehetőséget. Egy picit hamarabb végeztem, mint terveztem, úgyhogy ha van esetleg bármilyen kérdésük bitcoin és kripto témában, akkor örömmel válaszolom.